47. június 15. Nagyapám tehenöket őrzött az erdőn, ami neki is csak egy volt, még nekünk is, mert hát szegény volt. Aztán még a hazahajtott, én anyám nekünk voltam a kertbe, aztán azt mondja, láttam a szűzanyát. Csak nézünk anyám meg egymásra. Hát hogyan láthattad? Igen, láttam. A fa fölött. Olyan szép volt a szűzanya, azt láttam, azt elsírtam meg. Na hát ugye ennek aztán híre ment, kezdett a nép járni, de hát annyi volt a nép itt végig a faluba, ezek a szlovénok vagy horvátok, ezek erre jártak itt köröstől a rétbe, arra csináltak utat. Ezek még erre, hogy nem lehet ott menni. Hát akkor, amikor jött ez a milica banda, hát akkor büntetésből, ami kapa, ami lapát, ami talicska, ami létezett, az minden vasvilla kü volt hordva az útra, megy egy órát büntetésből saragúták az utcért. Az volt a büntetés, mikor ezt ott leszolgált, akkor emelhetett. Addig nem engedtek. Nem ismert a nép ide, ugye annyira zavarták a népet. Hát akkor nem is mentek nagyon oda, ugye közben lett tiszta vágás, levágták. Ja, de a fát nem merte senki levágni, ez fönnmaradott. Mert volt, aki leszájhesett, mit majd ilyen levágom? Vagy a motorja nem gyújtott be neki, nem tudta levágni, vagy a moped gumia durrant ki neki, mikor odaért köze, ez is még történt. Vagy úgy megzavarodott, hogy nem tudott beszélni, és így a fa fönt maradt. Aztán a vihar eltörte. Na most akkor azt mondom el, ami én velem történt. Az unokám, hát koraszülött, nem? Elkölött vinni Ljubljanába. Ljubljanába volt 42 nap. Hát én akkorán kétségbe voltam esve, én úgy sírtam egész éjje, én elmentem, mentem kül erre, hogy ne is lássanak itt kül a rétbe, erre volt egy út, arra le az erdőbe. A ködösen esett az eső, én oda letérdepültem, és az olvasót mondtam, a 4/15-öt mondtam, egy akkora recseny is, hogy úgy megborzadtam, de mintha a hátamra egy kánna vizet ráborítottak volna, de én nem ketem föl, még az 1/15 elimádkoztam, úgy gondoltam magamban, hogy ekkora recseny is itt valami gal vagy valami letörött. Jaj Istenem, most mi lesz? Én elindultam haza. Itthon itt vannak az állatok, vacsorak, gyereküket fölöszteni. Mindent elvégeztem. Éjfél után 3 óra volt. Ilyen olyan kövér gyereköt, meg olyan szép gyereköt láttam, az a kis bőr itt le volt neki eredve a kezén. Én nekem úgy tetszett innen mellemről, hogy nagy külre esett. Én nem tudtam többet sírni. Az én gyerekömet megnézheti mindenki. Élve maradott. 10 hónapos volt, jön a néném, te gyere, elvigyük a gyereköt az erdőre. Odaérök vele a fához, kezdünk imádkozni az én gyerekem fönéhez, így a két kis kezét tartja a Mária szobor előtt. Szóval mondja, hő, 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 3-szor. Néném is elsírta magát, meg én is. Hát beszélni nem tudott 10 hónapos gyerek.
ez történt velem, ez én velem történt, ezt még merem mindenkinek mondani.